olyan ismert emberek, akik abból, hogy botrányosabbak, vagy valami, pénzt csinálnak, szerepeltetik őket egyik műsor, másik. Téged hova? Sehova nem hívtak, mert egy lehetetlenség vagy, érted? Veled nem lehet dolgozni. Hát te nálad egy kávét nem fogadott el a stáb. Megmondták, hogy bocsi, itt inkább nem iszunk kávét. Mi van? Hát egy, de nem, én tényleg nem akarok ebbe belemenni. A stáb nálad egy kávét nem fogadott el. Ezért panaszkodta, hogy hogy te nem laksz putriba, mert te nem vagy. Inkább a benzinkuton ittak, mikor elmentek hozzád forgatni. És mikor forgattak veled, mikor kijöttél a villából? Megjelent rólad egy cikk azóta? Írtak rólad? Nem. Neked ez fáj, hogy a mai napig írnak rólam. De nem kerestem meg mossa a blikket, te ezt is hazudod. Csak neked ez hihetetlen, mert téged nem keresnek meg barátnőm, vagyis ex-barátnőm. Mert téged nem keres meg a kutya se, mert egy bánat vagy, és senkit nem érdekelsz. Mert megjött az emberek esze, és felnyitta az emberek esze, na, szeme, ideges hogy te milyen, én nagyon ideges vagyok, az én már nagyon régen nem voltam ilyen ideges. Szóval felnyílt az emberek szeme, hogy te milyen vagy. Rólad kialakít, az RTL szépen faragott rólad egy képet, a szép kis videókat megcsinálták a napi összefoglalókba, ahol a Zsuzsu a kis mártír, a kis szerencsétlen, akit mindenki bánt, csak az soha nem volt leadva, ott éltünk veled. Hát te mindenkit provokáltál, te mindenkibe beleálltál, te neked mindenkire vágtad a fejeket, te olyan gusztustalan ember voltál sokszor bent, hogy én csak így néztem. És az is mikor kibeszéltelek, az mindig ezért volt, mert másokat bántottak azért, amiket te kezdtél. És én nekem ez nem volt benned szimpatikus, és nem egyszer elmondtam, hogy Zsuzsu, ne csináld el, mert ez nem szép dolog. És utána ezek sosincsenek benne, ugye persze, hanem csak az, mikor másoknak mondom. De bazd meg, mert elmondtam neked, és tedd a szívedre a kezed, a családodra mondasz, hogy ez nem így volt. Tedd meg, és akkor mondd, hogy nem így volt. Mert egy hazug ember vagy, Zsuzsu. Nagyon hazudsz, mert most is a blikkbe hazudtál. Megvan hangfelvételbe, el fogom kérni az újságírótól, mert hangfelvételbe adtad az interjút. Te megint csak piedesztátra emelted magad, és megpróbálod a mártír szerepet játszani, hogy te mennyire sajnálod, hogy ezt tetted velem. Nekem meg leírtad azt, hogy így is kellett, meg megértemled, meg hogy izé, hogy hál' Istennek vége ennek a barátságnak, meg minden. Milyen ember vagy, és te mondod azt, hogy én... A legszebbet kihagyod. Milyen ember? Kérted a legszebbet. Zsuzsu, és ez amúgy, hát az igazságérzetemnél ez itt most felment a pup. Azt hittem, hú, geci. Mit írt, várja, Zsuzsu, hogy betegségek vannak is Covid-ban, és te ezzel foglalkozol. Úristen, mi ez a mártír? Én dolgozok benne, te fogyatékos. Én dolgozok benne. Nagyon. Téged is ápolnom kellene. Téged is, bazd meg. Ott kéne, hogy feküdj, és téged is ápolnom kellene. Gecis. Fú, nagyon ide. Szóval jó, érted, most átment, mindjárt kis kapcsolom, mert már nem tudok szépen beszélni. Tehát, hogy... Nem, egyébként tényleg ez angusztusan, tényleg a Greg nagyon sokat dolgozik amúgy, meg tényleg... És felnéznek rám az emberek, bazd meg, te rád miért néznek fel? Én büszkén vállalom, hogy van egy, büszkén vállalom, hogy van egy civil foglalkozásom, egy hivatásom, hogy segítek az embereknek, olyan szarember nem lehetek, bazd meg, hogyha ebbe, pláne a Covid-ba ott állok, helyt állok, bazd meg. És bemegyek, és 12 órát dolgozok, éjszakai ügyeleteket viszek végig. Igen, és te a ráncaimat is éled, bazd meg, mert ezt tudtad írni most is Instán, hogy kezdjem számolni a ráncaimat, meg mikor lesz botox. Neked ez a legnagyobb problémát, hogy nekem hány ráncom van. Igen, bazd meg, majd, ha te lehúzod az éjszakákat, ez a mai egészségügybe, akkor majd neked is lesznek ráncaid, de én ezekre a ráncokra büszke vagyok, bazd meg, és büszke is leszek, mert én segítek az embereken, nem rosszat csinálok, mint te, mert te nem tudsz érvényesülni. Te nulla vagy, nem vagy karakter, egy semmi vagy, bazd meg, egy semmi, te csak így tudsz, te Bisbarbin, Norinán keresztül tudsz csak felkapaszkodni, mert magadba semmi vagy. 25 000 volt a követőd, a nagy győztesnek, neked volt legkevesebb követőd, ha már annyira a követőkre megyünk. 25 000 követőd volt, bazd meg, és te mikor lettél most 45 000-es követő? Amikor a hülyeséget elkezdted nyomni, mikor elkezdtél a transzvesztitákkal, bazd meg, lejáratni magadat, egyszerűen 13 éves embereknek a mesztelen képeit ajánlottad követőkért. Szégyeld el magad, te mocskos! Szégyeld el magad, Zsuzsu! Ne nyisd ki a szád! Mert amellett, hogy büdös, amellett még csak bazd meg a mocsok folyik ki belőle folyamatosan. Ne nyisd ki a szád! És kurvára ne álljál velem bazd meg szembe! Ne állj velem szembe, mert bazd meg a végletekig, én eddig tűrtem. Én ha egyszer elindulok, akkor a végletekig. Miért könyörögtél? Hívogattál, vagy nem hívogattál? De szeretném. Hívogatott, amikor megtudtad, hogy megyek a blikbe, hívogattál, kinyomtalak 10-szer, nem vettem fel, nem akartam beszélni. Jó tudni, hogy van pénz a telefonján amúgy.
Írtál egy levelet, feloldottál, mert letiltottál, feloldottál, írtál egy levelet, mégpedig azt, hogy átmentél könnyű, te a nagy izé mindig mit hangoztattál a VV-be? Nem csicskulok be senkinek, mégis becsicskultál anyukám, mert elkezdték könyörögni, hogy ne menjek be a Blikbe, és ne tegyem ezt veled. Megvan minden, ki fogom posztolni, hogy az igazamat de, nem veheted el. Az szerintem mindenki tudja el. Meg, hogy neked van igazad. Nem érdekel, kiteszem, kiteszem erre. Az a baj, hogy a Zsú, tényleg van, aki elhiszi a Zsúnak, amiket mond. De, hát bazd meg! Azután a videó után van, aki még hisz a Zsúnak, hát azt is elvinném egy ilyen, nem is tudom, hova viszik azokat, akiknek itt. Marad, bazd meg, egy hazugságvizsgálót használd fel! Vidd el magad hazugságvizsgálóba, vagy engem. Mi az, ahol elviszik az embereket, hogy izé bolondok-e vagy nem? Van ilyen izé? Mi őt minek viszik el? Őt nem kell elvinni. Hát felállítom én a diagnózist. Dolgozok elég ideje az egészségügybe. Fel tudom állítani. Kezeltesd magad, még nem késő. De tényleg Zsú. Már késő. Hú, nem bírom, geci. Felrobbanok, agyvérzés kapok. Hála neked. Te egy megkeseredett. Hol vettél lakást? Mondd el, hol vettél lakást? Mit mondtál nekem? Jó van, a putriba. Hiába szép a lakás, amit vettél. A putriba. Te, aki úgymond roma származású vagy, Zsuzsu, te hogy elkezdtél cigányozni? Hogy tele van cigányakkal, és nem mersz kimenni. Miért nem mersz kimenni az utcára? Miért nem vállalod fel, hogy hol laksz? Miért nem tudja senki, hogy hol laksz? És miért nem mersz egyedül kimenni az utcára, bazd meg? Azért, mert amilyen ember vagy. És hogy egyszer elkapnak, és úgy megvernek, bazd meg, hogy a szart kitapossák belőled. Ne így legyen, én nem kívánok, fúj meg, köpködök is. Én nem kívánok neked ilyet. Soha nem kívántam ilyet, és nem is fogok ilyet kívánni. Viszont bazd meg. Egyszerűen te megmondtad, hogy el kell, hogy add ezt a házat, mert ott nem tudsz boldog lenni se a családod semmit, mert félsz. De bárhova költözelik, de szóval mindegy, hova költözöl, ha ilyen gusztustalan vagy, mindegy, hova fogsz költözni, mert mindenhol meg fognak találni, és utálnak. Mindegy, hogy hova költözöl. Bükön se szeretik, tehát, ahol ilyen... Lesz, de engem engem se érdekel, hogy ki szereti, meg szóval, ki nem. Szóval, ez szerintem nem a helyről szól. 25 nem. Éves a nő. Nő! Ne, a nőket ne szégyenítsük meg ezzel a jelzőt. Ez az ember 25 éves, és úgy viselkedsz, mint egy debil. Mint egy debil, 13 éves debil. Úgy viselkedsz. Aki a követőkért él, hal, akinek tönkre menne az élete, ha ne adj Isten, az Instagram letiltaná. Te konkrétan ebbe belepusztulnál. Te a fan oldalod, mikor elveszett, abba majdnem. Csoda, hogy eret nem vágtál. Te ez az életed 25 évesen? És te leszólod, aki az egészségügyben, a kórházban dolgozik, mikor az anyád is ott dolgozik? Aki szádba ad kaját, mert a kibaszott pénzedből már semmi nincs? Mert bazd meg, megvetted azt a kibaszott lakást a használt autóddal, meg a 10 kiló kutyakajával, és azon kívül már nincs több pénzed, bazd meg egyébként, és konkrétan az anyád, aki eltart, és a szádba kaját ad, te az ő hivatását is ezáltal megszégyenítetted, mert te nekem ilyeneket írtál, hogy én senki vagyok, mert egy kórházba vagyok, nagy VV-Greg. Igen, büszkén kiállok. Én büszkén forgatott velem a fókusz, büszkén voltam az újságokban. Igen, mert én ezt csinálom, nekem van egy hivatásom. Én nekem nem volt nehéz az érettségit megcsinálnom, meg esetleg egy szakmát csinálnom, és középfokú végzettséget szereznem. Neked még egy 8 általánosod van, Zsuzsu, de ebbe sem megyek bele, mert ez megint lemenne egy olyan szintre, amihez nem vagyok méltó. Szerintem, ha bár már lementem, de egyefene, egyszer én is lemeltek. Szóval, vagy jó, nem egyszer. Mindegy, lényegtelen. Szóval nekem is van egy ilyen stílusom, nekem is van egy ilyen énem, de ehhez nekem nagyon durván ki kell, hogy akadjak. Engem te nagyon durván lealáztál, megszégyenítettél, Zsuzsu. Úgy, hogy nem bántottalak onnantól kezdve, hogy megbeszéltük, kijöttünk a világból, megbeszéltük, én soha egy rosszot nem szóltam rád. És te így hálodat álmodtál, hármat, ez volt a negyedik. Hármat megbocsátottam, ezt a negyediket soha nem fogom neked megbocsátani. És te miket írtál, hogy én soha nem szerettelek téged? Ezek után még te írod nekem, hogyha én ilyet vagyok képes. Neked a legnagyobb problémád volt, hogy bementem a Blikbe. Úgy, hogy még egyszer elmondom, könyörgöm, emberek, engem 2 napja behívott a Blik, de ezt a Blik élőbe elmondja az újságíró, hogy ők kerestek meg engem. Hogy a Covidról, bocsánat, a kialakult helyzetről, a hivatásomról, és az online bántalmazásról, csak amire már sajnos már idő nem jutott, mert kb. 15-20 perces a live nem jutott. Ezekről kell beszélnem. Csak közbe jött ez a sztori, kiraktam, mindenki figyeli. Köztudott, hogy figyelik az újságok, a social media felületeket az ismert embereknek, meg pláne.
És meglátták, hogy miket adtam ki. És nyilván ők azt mondták, hogy akkor erről is beszél? Nem fogok nem beszélni, Zsuzsu. Miért ne beszéljek, mikor te idegen senkiknek bazd meg kibeszélsz? Akkor én, ha az újság megkeres, szerinted nem fogom elmondani, és legyél, nagyon legyél hálás azért, hogy nem rondítottam bele élő live-ba, ami több tízezren, csak élőbe tízezren néztek. Nem ezer, tízezer. És azt még hányan meg fogják nézni, mert belekerült a cikkbe is, vissza lehet nézni, és kirakta a Blik is én is, és mert csomóan már megosztották, tehát nagyon sok emberhez eljut, és nem kezdtelek el mocskolni, úgyhogy még mindig emberebb vagyok, mint te, ember maradtam, mert nem kezdtelek el mocskolni. Nem mentünk bele a mocskosba, habár azt írtam, hogy mindent elmondok, csak utána a Blik megkért, hogy nehogy letiltsák a live-ot, 1, 2, ne süllyedjek le erre a szintre. És igen, nem süllyedtem le erre a szintre. És még mindig azt mondom, hogy ember maradtam, mert nem mocskoltalak téged a live-ba, ahol kibaszott sok emberhez eljutott ez a live, mert a Bliknek a 751 ezer követős oldalán live-oztunk, Zsuzsu. Nem a te 45 ezres, amiből néznek 300-an. Nem. És nem tettem meg veled, mert valahol még ember vagyok, bazd meg, amit te sose voltál. Csak előadtad, megvezetted a népet, mert egy kibaszott színésznő vagy, és nem véletlenül mondtad.